A szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny elődöntője zajlik januárban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Megyénkből 17 iskolából 40 szakmában összesen 329 versenyző vesz részt a megmérettetésen. Köszöntöm a stúdióban Halászné Barát Krisztinát, az Iparkamara tanulószerződéses tanácsadóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Némi múltra azért visszatekintenek már ezek a versenyek. Mióta szervezi ezt a kamara? Több mint 10 éve kerül megszervezésre ez a verseny a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által. Mennyire népszerű ez a megmérettetés, és ezek az idei számok hogyan értelmezhetőek a múlt tükrében? Amióta én is benne vagyok a szervezésben, úgy látom, hogy évről évre egyre népszerűbb a diákok körében ez a verseny, és egyre magasabb létszámban jelentkeznek. Az idei év azért is kiemelkedően magas, 329, ahogy ön is elmondta, a résztvevők száma, mivel közlekedési szakmacsoportba is megrendezésre kerül ez a verseny a Kereskedelmi és Iparkamara által. Mi a tétje ezeknek a versenyeknek? Egyrészt jó megmérettetés ez a tehetséges diákoknak, ugye egy próba tulajdonképpen, mivel ide végzős diákok jelentkezhetnek csak, nagyon fontos nekik a komplex szakmai vizsga miatt, hiszen aki a versenytevékenységek alkalmával minimum 60%-ot ér el, akkor a szakmai komplex vizsga alól is felmentés nyer. Természetesen értem itt ez alatt, hogyha az írásbelén ér el itt 60%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység alól kap felmentést. Viszont aki tovább is jut döntőbe, és minden részben, versenytevékenységben 60%-ot elér, akkor ő nyert egy szakmai komplex vizsgát. Akkor gondolom, hogy ez magyarázza illetve akik tovább tanulni szeretnének, nekik 30 többletpontot jelent ez a tovább tanulásban, tehát aki főiskolára, egyetemen akarja tovább folytatni a tanulmányait. Milyen eredményeket könyvelhet el eddig a megye? Szerencsére ez is évről évre jobb. Tavalyi eredményt tudok elmondani. Tavaly 280 versenyző volt az elődöntőbe, 15-en kerültek be válogatóba, 5-en pedig döntőbe. Itt nagyon szép eredményt ért el a férfi Szabó versenyző, ő Vásáros Naményból, a Lónyai Menyhért baptista szakközépiskolából került ki. Első helyezést ért el, de ugyanakkor az asztalos versenyzőnk második helyezést ért el, vízcsatorna közműrendszer szerelőnk pedig harmadik helyezést ért el. Úgyhogy szép eredmény volt, de tavaly előtt is volt első, második, harmadik helyezettünk is, úgyhogy egyre jobbak a diákok. Az, ami most zajlik januárban, ezek tehát az előválogatók. Mi lesz a továbbiakban? Tehát most a diákok megírják az írásbeli versenyrészt, és akit jól szerepel, bekerül a válogatóba. Azok már különböző helyszíneken zajlanak, általában Budapesten, és itt is, aki jól szerepel, tovább jut majd a márciusban megrendezésre kerülő Szakmasztár Fesztiválra. Ez ugye a döntő, ez március 12 és 14 között zajlik, ez már egy igen látványos versenyrész. A Hung Expo területén szokott ez megrendezésre kerülni, úgyhogy ide jutnak a gyerekek. Mennyire motiválja, vagy mennyire befolyásolja mondjuk a szakma szeretetet az, hogyha valaki sikerrel szerepel egy ilyen versenyen? Természetesen nagyban, hiszen kiállni a Hung Expo területén, amikor átveszi az eredményét, akkor az a gyerekek elmondása szerint, vagy a diákok elmondása szerint az felbecsülhetetlen, hiszen a parlamentbe is utána egy elismerést kapnak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó motivációs tényező, a jó szereplés. Segíti-e ez az elhelyezkedésüket, bár a mai helyzetben ez nem okozhat különösebb nehézséget, hogy munkát találjanak? Ez a kérdés talán 5-10 évvel ezelőtt igen. komolyabb kérdés lett volna, de nyilvánvalóan azért
befolyásolja. Persze, persze, nagyban befolyásolja, hiszen ha ő is elkerül egy munkahelyre, akkor büszkén mondhatja, hogy ő ezen a versenyen részt vett, de akár ha nem is kerül be döntőbe, de egy írásbeli versenytevékenységen is, hogyha ha jól szerepel, akkor is el tudja mondani, hogy az elméleti részen ő sikeresen szerepelt. Melyek a legnépszerűbb szakmák, ahol a legtöbben indulnak, illetve melyek azok, ahol esetleg nem is tudtak indítani, mert nincs érdeklődés? A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 65 szakmában hirdette meg idén ezt a versenyt. Innen a megyéből, ahol, ahogy ön is elmondta, 40 szakmában indultak a diákok. Természetesen van olyan szakma, amiből azért nem indultak, mert egyáltalán a megyében nem is folyik ilyen képzés ezekben a szakmákban. Vannak népszerű szakmák, sokan indulnak minden évben a magas építőtechnikusok, ők most is 28-an versenyeznek majd, ők éppen holnap fogják megírni az elődöntőt, de szép számban jelentkeztek a hegesztők, ők például 31-en, vagy beszélhettek itt a szakácsokról, a vendéglátás szervezőkről, és több szakmában is 10 felüli a létszám. Amiből kevesebben vannak, például hűtő és légtechnika rendszerszerelő, itt egy szem gyerek jelentkezett a megyéből, vagy a vízcsatorna közmű rendszerszerelő. Ennek az az oka, hogy nagy lesz ugye a lemorzsolódás, sajnos az iskolákban, mire végzősök lesznek a gyerekek, illetve másik ok pedig az, hogy tehát ennyi az osztálylétszám, ugye sajnos így alakul. Tanulószerződések kell foglalkozik a kamarán belül. Mennyire népszerű ez a forma a tanulók körében? Milyen előnyei vannak ennek, illetve milyen előnye van a munkáltató szempontjából a szerződésnek? Ha belegondolunk abba, hogy a diákok ugye a 9. évet általában ugye bentöltik az iskolába, egy részét az elméleti tudásnak már megszerzik, illetve ott a gyakorlatnak is egy részét, és sikeres szintvizsga után kikerülhetnek 9. nyári gyakorlatra már külső képzőhelyre, gazdálkodó szervezetekhez. Ez azért is jó a diákok szempontjából, mert itt valós körülmények között tapasztalhatják meg magát a munkafolyamatokat, illetve bele kell szokniuk egy rendszerbe, hogy nekem reggel fel kell kelni, el kell mennem dolgozni, és felelősséget kell vállalnom azért, amit csinálok, hiszen... És csapatjátékosnak kell így válni. Van, termelésbe vesznek részt ezek a gyerekek már, vagy ezek a diákok már, úgyhogy itt a felelősségtudat kialakul, ahogy mondta a csapatépítés és egy csapathoz való tartozás szintén nagyon fontos. Nem utolsó sorban ezek a gyerekek, a diákok biztosítási jogviszonyba kerülnek, tehát ez majd beleszámít a nyugdíjas éveikbe, bár ők még ebben nem gondolnak bele ilyen fiatalon, illetve pénzbeli juttatást kapnak, ami a mindenkori minimálbérhez igazodik. Tehát annak egy bizonyos... Nyitottak a munkáltatók az ilyen szerződésekre? Igen, egyre inkább, pont azért, mert egyre kevesebb a munkaerő, és a munkavállalók is azon vannak, hogy a saját dolgozóikat kitermeljék, úgymond a diákok köréből, hiszen már diákként oda kerül egy gyermek, akkor ő kicsit alakítja a saját képét, betanítja, illetve a szakképzési centrumok is segítenek abból a szempontból, hogy pályázni lehet tovább foglalkoztatásra. Halászné Barát Krisztina, köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk. Nagyon szívesen.